Zoé Róz vagyok, 22 éves, és 6 éve küzdök a skizofréniával. Erre emlékszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon rosszul voltam, amikor ezt csináltam. Úgy tudtam kizökkenni ebből a rossz helyzetből, hogy ugye ilyen apró pici pöttyöket csináltam. Nem tudom, mennyire látszik, de ez az életmentő volt. Főként képi halucinációban indult. Sokszor szemeket látok, amik néznek engem mindenhonnan. És amikor eldurvult, akkor jöttek a hangok, meg a téveszmék. Nagyon sokáig egybe folyt a valósággal. Nem itt kint éltem, hanem benne a fejemben. Nagyon valóságos, egyszerűen egy egész sztorit adnak ki. Ez egy folyamat volt, mert először nem is gondoltam azt, hogy ez probléma lenne. Olyan szinten nem voltam tisztában magammal, hogy szöktem a kórházból. Akkor úgy éreztem, hogy mindenki ellenem van, a világ ellenem van. Miért akarnak diliházba zárni? Nem tudtam beszélni róla. Azt se tudtam én, hogy ez mi, csak rosszul voltam. Mert ugye itt vannak a hangok, belső démonjaim, de itt, hogy egyensúlyba kerültem. Valami ilyesmi. És amikor már így megértettem, meg úgymond el akartam menni dokihoz, onnantól kezdve anyum támogatott, meg a nagyim teljes mértékben. Megtaláltuk ezt a dokit, és tudott nekem segíteni, és együtt feltártuk a dolgokat. Már egy ideje jobban vagyok. Először meg kellett találni a gyógyszeres terápiát, és utána lehetett menni pszichoterápiába. Ha skizofrén vagy, kell egy gyógyszer, ami segít kilátni a saját téveszméidből. Ez nem fog elsőre menni, hanem ez sok idő. Ilyen cuki kis dobozba van. Rendesen a mostani dokim állította be, ami mondom egy év volt kávé. Ezzel a betegséggel meg gyógyszerezéssel nem annyira könnyű. Én volt olyan gyógyszer, amitől folyamatosan agresszív lettem egyszerűen. Az én mostani mellékhatások, amiket most úgymond elszenvedek, de tudok mellettük élni, az a nyálfolyás. Van, amikor hízok, van, amikor fogyok, és ugye ez a lefárasztás, hogy ezek azért lenyomnak. Van olyan, hogy írsz, és csak úgy írod magad, vagy így kiírod magad. És ugyanígy a festéssel is, hogy így kifested magadból a dolgokat, az érzéseket festesz. Abszolút ilyen meditatív és terápiás, és így a színeket meg lehet találni egy érzés alapján. Baromi nagy tévhit. Na, több személyiség. Mert a diszociatív identitás zavarosoknak van két vagy több személyiségük, de nekik tényleg több személyiségük van. Nincs meg a köztudatban, hogy ez is egy olyan betegség, amit lehet kordában tartani. Úgy volt, hogy a végén már nem jártam be, 11-ben, és utána tavaly előtt újra elkezdtem. Barátaimból voltak páran, akik törődtek velem, csak én ebben a szituban ellöktem őket. Most kezdek újra barátkozni. Haligali! Sziasztok! Haligali! Képzeljétek, reggel, séta után volt egy mini pánikrohamom. Aztán racionalizáltam a dolgokat, hogy nyugi, ezek a fejedben vannak, szóval, hogyha ilyen helytek vannak, akkor kitartás, mert ki lehet belőle jönni.
A vlogot azt azért, hogy segítsek másoknak. Nekem nagyon jó lett volna, hogyha van egy ilyen, aki elmondja így a tapasztalatait, azt megmutatni, hogy ezzel együtt teljes életet lehet élni. Szeretek festeni, az arcomra meg az is olyan művészeti kicsit, csak úgy csinálni egy sminket. Az első diagnózisom nem mondom, hogy hidegzuhanyként ért, hanem egyfajta magyarázat volt. Nem az volt, hogy úristen skizofrén, hanem de jó, hogy kiderült. Meg akkor már van kezelésre. Én tanulni szeretnék tovább, és vannak célok, meg vannak nehézségek, és a hallucinációim maguk nem változtak, csak az én hozzáállásom változott, meg a tapasztalatom. Mindig ott van a fejemben, hogy kell egy B-terv, hogyha épp bekattanok. Célom az, hogy teljes életet éljek, és igazából semmi más.